Képviselői perceink következnek. Köszöntöm a műsorban Daróczi Károlyt. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Én köszönöm, hogy jól itt lehetek. Húsvét előtt több élelmiszercsomagot osztottak szét rászoruló családok között. Beszéljünk először arról, honnan jöttek ezek az adományok, miből állt ez az élelmiszercsomag? Nagyon, nagyon régóta, 20 éve fontos feladatunknak tartjuk azt, hogy, hogy a rászorulókon segítsünk. Nagyon sokféle módon tesszük azt, gyerekeknek például matek óra vásárlása, fizetünk tanács, stb. A, a felnőttek, a családoknak ter természetesen más jellegű segítségek, most éppen egy ilyen típusú családoknak ajánlott segítséget nyújtottunk a, a, a rászorulóknak. 120 élelmiszer csomagot sikerült összeraknunk, nem is akármilyen, tehát egy, most idézőjelben nem egy szegényes csomag sikeredett, hanem egy, egy, egy normál húsvéti asztalra valók, azok, azokat mindet tartalmazta. És, és hála jó Istennek jó helyre kerültek ezek az adományok, mert hiszen régi-régi kapcsolatban vagyunk már nagyon sok családdal, és sajnos, nézni, sajnos tudjuk, hogy kik azok, akik rászorulnak, és hát nem volt nehéz az elosztása ennek az adománynak. A nehézséget az okozta, hogy, hogy nem jól szájízzel mondom ki, de tény, többszörösét is el tudtuk volna, vagy ki tudtuk volna osztani az itt élők között. Természetesen nem csak budafokra koncentrálunk, az ilyen alkalmakor, hanem tétény és budatétény is ugyanúgy, tehát vegyesen elszórtan élnek nyilván a, velünk kapcsolatban élő családok, és, és, hát ezekből kellett úgymond kiválogatnunk azt a 120 családot, akit, akit, akit támogattunk. Egy valamit azért fontosnak tartanék megjegyezni, Uh, fölkerültek ma uh, már az idézőjeles listánkra olyan családok is, akik talán egy-két éve még egészen biztos, hogy nagy tisztelettel megköszönték volna a segítségünket, de ajánlották volna, hogy esetleg adjuk rászorulóknak, vagy jobban rászorulóknak, mint ők. Uh, ma már azért azt kell mondjam, hogy uh, sokan felhívtak. Az a alsó-középosztálybeli családok a munkások, főleg, de most aztán de tudjuk, hogy a... A miatt elveszítették így van, a munkájukat? Így van, nem is egy, nem kettő, remélhetőleg ez megoldódik rövid távon, de, de ma már ott volt, hogy nem egy család, igenis hálás szívvel fogadta a felajánlásunkat, hogy ne. Kik készítették ezeket a csomagokat, honnan jött az adomány? Uh, hát több helyről, uh, volt, aki pénzzel segített ebben, olyan módon, hogy megvásárolta. Volt, aki terméket ajánlott föl. Így a, a mondjak esetleg neveket? természetesen lehet. régi támogatónk a Bakos Fajpari Kft. tulajdonosa, a Bakos Miklós, ugye a Serfőző László a piacon, ez bizonyára rengeteg is, ugye, több kisebb cég is, és itt természetesen az önkormányzat, a és az országgyűlési képviselőnk is természetesen beszállt ebbe a dologba. Én akkor elmondom egy két mondat csak, hogy mit tartalmazott. Az egy közel jó másfél-két kilós sonkát minden családnak, Ilyen napi friss zöldségeket tartalmazott, kalácsot tudtunk adni a sonka mellé, tormát tudtunk adni, csoki, nyuszi, csoki tojás került a zacskóba. Tehát minden olyan termék, tojás természetesen, minden olyan termék, ami a húsvéti asztalra való. A másik témánk, ez merőben más lesz, a parkolási gondok ugye a Lányka utcai lakótelepen. Ugye erről a témáról a múlt alkalommal, amikor itt járt, akkor már beszéltünk, hogy az önkormányzat megbízott egy tervező céget, azzal kapcsolatban, hogy mérje fel az adottságokat, és találjon tulajdonképpen egy megoldást, hogy azt a sok autót, ami ugye most már ott a lakótelepet jellemzi, Igen. hogyan lehet ugye ezt megoldani. Lezárult-e már ez, a tervezés. Most milyen szakaszban van ez a folyamat? Örülök a kérdésnek, annál is inkább, mert örömmel közölhetem, hogy a helyzet már úgy áll, hogy éppen a lakossági értesítés ezügyben van elő, előkészítés alatt. Tehát a igen közeli jövőben már olyan helyzet van, Elérkeztünk oda, hogy, hogy bevezethetőek ezek a változtatások. Mindez úgy, hogy lesz egy átmeneti időszak, amelyben a lakosság véleményét kérjük, illetve az érintett üzletek tulajdonosait kérjük, bérlőit, hogy a változtatások, melyeket eszközlünk, azok számukra megfelelőek-e jó ez az az adott utca szakaszon, vagy az ott utcában, adott téren, avagy inkább változtatni kéne, mert lényeg az, hogy az itt élők, ezen a területen élők ő egy kicsit komfortosabban élhessenek, egy kicsit segítsünk a parkolási gondokon. Nyilván tökéletes megoldás talán nincs, de igyekeztünk úgy a Tervezőrodával együttműködve olyan helyzetet találni, kialakítani, ami remélhetőleg mindenki számára megfelelő. Illetve mondom még egyszer, aki majd veszi a fáradtságot, és szívesen várjuk visszajelzéseket, jelez vissza az önkormányzatnak, hogy. hogy mi a probléma esetleg a változtatással? Ezt az önkormányzat szakemberei, illetve az iroda munkatársai újra átnézzük, és a megfelelő módon, amennyiben ezt jogszabály nem ellenzi, vagy nem ütközik jogszabályba, akkor ezt természetesen a változtatásokkal élhetünk. Most a gyakorlatban itt mire kell gondolni? Tehát, hogy ha majd bekerülnek a postaládákba ezek a kis tájékoztató lapok, füzetek, akkor mi fog ebben szerepelni? Hogyan változik meg ott a parkolás a lakótelepen? Én most, ha megengedi, részletekben nem mennék, mert ez utcára van. Lebontva. Sőt, utcák egy húszabb szakaszon is nem egyfajta módon alakul át, az utca eleje valahogy. Az utca vége másként, illetve ha még az a. Van olyan is, ami, ami, ami két-három fajta módon változik, kis szakadatokat érintve. Egymáshoz közeli, párhuzamos utcák, derékszögű utcák, ezek mind-mind ezek tehát érintkező. Tehát ezt össze kellett nagyon rakni. Tehát nem véletlen az, hogy hogy sokáig ö, ö, volt a tervezőirodánál a feladat. Ö, én hiszem, hogy, hogy így első körös megoldásként jó anyag született, de ezt majd közösen meglátjuk, hogy végül is mi történik abban az esetben, amikor kipróbáljuk és használjuk. Nagyon szépen köszönjük a tájékoztatást. Én is köszönöm, hogy itt lehettem.